Na sziasztok, én Oxy Foxy vagyok, és itt vagyunk a Call of Duty Mobile bemutató videójába. Hát ez igazából nem tudom, minek mondjam nektek. Már tudtam róla, hogy ki fog jönni, meg hogy létezik, meg ilyenek. Csak ugye... arra nem számítottam, hogy most jön ki. Az a lényeg, hogy ugye kihozták ezt a játékot, és már játszogattam vele, szóval elértem addig a szintig, hogy tudjak játszani a Battle Royale-os változatával. És ahogy látom, kapunk egy skint a valamelyik fegyverre, most pontosan nem tudom, mi a neve a fegyvernek. Ja igen, meg van itt is Premium Pass, vagyis Elite Pass. Meg lehet ládákból fegyverskint kapni, meg 9 napig olcsóbért meg lehet venni a seasont. Vagy ilyesmi. Ja, és nekem már elég sok minden meg van nyílva. Elméletileg szerintem ez a harmadik ág, ami a multiplayeren van, szóval ez a legelső, ez szerintem majd a zombi mód lesz. Szerintem. Mert elméletileg a normális Call of Duty-ban azt hiszem van story változat is, de szerintem ebbe a telósba az nem tették bele, hogy legyen itt story változat. Vagy ilyesmi. De nekem akkor is tetszik egyébként, amiket eddig kipróbáltam. És... nem biztos, hogy ebbe a videóban mindent elmagyarázok nektek, amit tudni kell. Csak az a lényeg, hogy azt akarom elmondani, hogy amit érdemes megjegyeznetek, hogy miután végigjátszátok a tutoriált, meg ilyesmik, és játszatok egy pár meccset multiplayerben, akkor ha eléritek a 7. szintet, a 7. levelt, akkor utána tudtok a Battle Royale-ra játszani. Most nem tudom pontosan, hogy a 7. leveltől, vagy a 10-től, vagy nem tudom hányadiktól, de én úgy emlékszem, hogy a 7. leveltől lehet elérni. És egyébként nekem a Battle Royale az jobban tetszik, mint a multiplayer. Igazából a multiplayer se rossz, mert bedob titeket egy mapra, és akkor ott mindenféle fegyverrel tudtok harcolni, ami van nektek jelenleg. Mert egyébként lehet így nyitni fegyvereket szintenként, meg ilyesmiket. Na ez lényegtelen. Most a load out-ra kattintottam, amiben be tudom állítani, hogy én a fegyverem, erre a fegyverre, a PDV-57-re tegyek rá skint. Meg hogy, igen. Meg hogy mutatva legyen. Ez a skin, ez nem rossz. Elméletileg ez valami, nem tudom, zombi DNS. Az a neve ennek a skinnek, hogy zombi DNS. És nekem egyébként tetszik ez a skin, mert ugye egyik kedvenc színem a zöld, vagyis a zöldet is szeretem. Egyébként 3 karakterszerűség van, ami közül tudtok választani, vagy úgymond játszani. Nekem ez a alap van, ez a Special Ops 1, akkor van ez a Special Ops 3, ahol látszik a fej, meg ilyesmi, meg van ez a Shoot 2, ez is ilyen maszkos emberke, de ez ilyen, hogy mondjam, nem tudom pontosan megfogalmazni, hogy ez miben másabb, mint a többi. Az a lényeg, hogy ő nem Special Ops, hanem ilyen, nem tudom, ilyen rendőrszerűség, vagy nem tudom. Az a lényeg, hogy én őt használom, mert nekem ő tetszik a legjobban. Na. Egyébként már van pár skinem a ertőernyőre, amiket így lehet kapni, miközben játszotok.
Most jelenleg nekem ez van beállítva, mert nekem ez tetszik a legjobban. Ez a rózsaszín lilás se rossz, de nekem ez a csillagos jobban tetszik. Egyébként vannak különféle járművek is, ahogy lehet látni. Ez a jármű hasonlít arra, ami a felfirében van, az a két éltű izé. Kicsi kocsi. Akkor van helikopter, mondjuk azt én még nem találtam sehol. Nem tudom, hogy itt tényleg benne van-e a Battle Royale-ba, vagy akárhol. Én eddig még nem láttam. Akkor van ilyen nagyobb bacska kocsi, amiben négy ember is be tud ülni. Egyébként ez hasonló, mint ez, csak nagyban. Akkor van csónak is, aminek elég ilyen hegyes a eleje. Szóval így úgy néz ki, mint nem tudom, mintha csőre lenne, vagy nem tudom. Olyan, kicsikét olyan érdekes. És ebben ha jól látom, ebben hatan is be tudnak ülni. Ami nem rossz, de igazából szerintem, hogy csapatosan játszotok, akkor se lesztek hatan, szóval. Meg van egy ilyen terepjáró kocsi, ami igazából, ha úgy veszük, olyan, mint egy buggy. Vagy ilyesmi. Ezen van ilyen gépfegyver is. Azt nem tudom, hogy lehet-e használni rajta a gépfegyvert. Elméletileg szerintem lehet. Várjál, nem, a csónakon nincsen. A helikopteren sincs. Vagy van. Csak én vagyok buta? Nem, azon sincsen szerintem. Szerintem csak ezen a kocsin van fegyver. Oké. Ja, meg amit érdemes még tudni, hogy vannak különböző skillek itt a Battle Royale-ba, amit ki tudtok választani, mielőtt kezdődik a meccs. Van ez a drón. Én a skillek között ezt szeretem a legjobban, főleg akkor, amikor kevés player van. Ha akkor beaktiváljátok, akkor megkeresi hozzátok a legközelebbi playert, és akkor jelzi nektek, hogy itt egy player, öld meg ilyenek. Szóval ez nekem nagyon tetszik. Akkor van egy ilyen, ez olyan, hogyha valahova belövitek, vagy valamire rálövitek, akár a földre, falra, vagy ilyesmi, akkor jelzi, hogyha van ott egy enemy. Szóval kb. Ugyanolyan a képessége, mint a drónnak, csak ezt nektek kell kilőnötök. És ez, ja. Szóval olyan, mint egy kicsi radar, vagy ilyesmi. Akkor van ez a robot, ezt még nem próbáltam ki, hogy pontosan milyen célt szolgál. Elméletileg ez valami... Valami zombikat idéz meg, ha jól olvasom. Nem tudom, valami zombikat idéz meg elméletileg. Én ezt még nem próbáltam ki. Na, akkor van ilyen medic. Ez elméletileg nagyon gyorsan feltölti a életet, vagy regenerál egy bizonyos ideig. Akkor van ez a ninja, ezt egyébként ki akarom próbálni, de ez elméletileg olyan, hogy kilövitek mondjuk egy magas épületre, akkor fel tud titeket húzni, és akkor onnan tudtok kempelni. Nekem ez egyébként, ez az ötlet tetszik, de még nem próbáltam ki, majd ki szeretném. És van ez a pajzs. Amikor leteszitek a pajzsot, eléggé szívás a ellenségnek, mert egy pár másodpercre megvakítja őket, amikor leteszitek, és utána meg véd titeket. Én ebben már játszottam egy-két kört ebben a pajzzsal, és hát nekem hasznos volt. De igazából annyira nem jött be nekem, mert egy másik emberke is használta ellenem, és nem volt valami jó. De hagyjuk. És van egy ilyen, ami még nekem le van lakatolva, nem tudom, hogy miért. Elméletileg ez egy kilövő
gépszerűség, ami szerintem kilölt titeket az égbe, szóval ez valami menekülős skill, és gondolom valami olyasmi lehet, hogy kilölt titeket az égbe, vagy ilyesmi? Most azt olvasom, hogy ez is valami teammal összekötős dolog. Nem tudom, valami szárnyakat kapunk, vagy ilyesmi. Érdekes. Nem tudom, ez még le van lakatolva, így nem tudom kipróbálni, így nem tudom, hogy pontosan milyen célt szolgál. Csak azt tudom, ami le van írva, bár amit előbb elmondtam, az csak szerintem van így. Ez nem biztos, hogy így van, lehet, hogy valami tök más dolgot csinál. Ja, meg van ilyen szárnyak, amik... Miközben kiugrotok a gépből, akkor látszik ez a szárny. Egyébként azt tetszik ebben a játékban, hogy nagyon gyorsan le lehet szállni. De komolyan, majd meg fogom nektek mutatni. Aztán ezt gyorsan átveszem. Egyébként van ilyen, hogy ez számlálja, hogy mennyien játszanak, vagy mennyien töltik le, vagy mennyien... Hát ja, hogy mennyien játszanak, és ha teljesen betöltődik, akkor kapunk ilyen kékes, sárgás skinet dolgokra. Ezt például szárnyra kapom. És ezt elméletileg mindenki megkapja, aki átveszi. Ja. Meg vannak ilyen különböző event-szerűségek, azt hiszem, hogy ezek eventek, amikben lehet kapni dolgokat, minden a skillekre skint. Ez is nekem érdekes, hogy a skillekre lehet skint kapni. Mert ilyet még egy játékban sem láttam. Mondjuk nem sok olyan játék van, ahol vannak ilyen skillek szerintem. Akkor van egy ilyen... Van egy ilyen számláló, hogy mennyi ilyen kék cuccot szereztél, vagy gyűjtöttél össze, ezt gondolom a barátok közül talán, vagy nem tudom. Nem tudom egyébként. Ez annyira engem egyébként se érdekel. Ez meg, hogy... Ezek meg ilyen feladatok, amiért kaptok ilyen C... Ilyen C dolgot. Nem tudom, MP a neve, vagy nem... Nem, fegyver... Ja, buta vagyok. Nem tudom, mi ez pontosan ez a C, de... Oké. Nekem már csak az a feladat hiányzik ennél a eventnél, vagy feladatoknál, hogy 5 friendzet kell szereznem a játékban. Azt nem tudom, hogyan sikerül, de... Oké. Ez ugye, ezt kapom naponta, az ilyen naponta dolgok. Vannak emótok is egyébként. Ja. Ja, és amit meg akarok nektek mutatni, képzeljétek el, ha vesztek ilyen CP-t, mindjárt megmutatom nektek. Ezért a CP-ért tudtok venni értékes dolgokat. Valami nagyon jó skint, vagy ilyesmit. És képzeljétek el, hogy ezért a CP-ért van valami, ami nekem ultra butálul tetszik, de nagyon drága. Nem tudom, hogy előbb láttátok-e, hogy váltakoztak a képek. De vannak ilyen szivárványos cuccok, és ha jól értem, akkor ezeket akkor kapod meg, hogyha veszel ilyen CP-t. És ez ebben a hónapban tart. Ugye lehet ilyen festék szétszóródós festést kapni, amit tudtok dolgokra így rászpézni. Akkor kaptok ilyen rózsaszínes táskát, ami szerintem nem néz ki olyan rosszul. Akkor kaptok ilyen szivárványos szárnyat, akkor kaptok ilyen szivárványos, hát ilyen mindenféle színű
ertőernyőt, és ami nekem nagyon-nagyon és ultra butálul tetszik, és a legdrágább, az ez. Ez... nem akarok butaságot mondani. Karambitkés, és ahogy láthatjátok, ilyen színes skint lehet rá kapni, és nekem ez nagyon, de el se tudjátok hinni, mennyire tetszik. Mert nem csak az, hogy a kés útra butárul néz ki, mert úgy néz ki, mint egy sárkánynak a karma, vagy ilyesmi, hanem ráadásul színes. És én szeretem olyan dolgokat, amik színesek. Csak egy baj van, hogy nagyon, de nagyon drága. De most komolyan. Mert figyeljetek, ha én most azonnal meg akarnám kapni ezt a kést, akkor nekem 43 eurót kéne ebbe a játékba fizetnem. És arra én és akkor kapnék 4000 CP-t. És én azt mondom erre, hogy no! Mert még értitek, még így is 2000 CP az kb. 28 euró. Szóval, és az nekem sok. Mert azért ennyit nem szeretek kiadni, csak mondjuk egy valamiért. Oké, kapok többféle cuccot is, de egy valamiért ennyit kiadni azért, Mondjuk, ha megvenném ezt a 4000 CP-t, akkor meg tudnám venni az Elite Pass-t. Érdekes. Hát, nem tudom. Ja. Egyébként bónusz nélkül is meg tudnám venni a elitét. Szóval... Egyébként most jelenleg meg tudnám venni a elitét, csak még gondolkodok rajta, hogy megvegyem-e vagy ne. Aj, de ez a kés nekem annyira tetszik, de egyszerűen nem fogom Én egyszerűen nem akarok ennyit költeni ebbe a játékba. Mert lehet, hogy hamar megunom, és akkor feleslegesen költöttem ennyit. Szóval lehet, hogy ezt hiába nagyon tetszik, lehet, hogy én kihagyom. Pedig ultra brutálul tetszik. Ja, egyébként van store is. Ó. Ez ezen a héten tart. Ó, ha veszek CP-t, akkor kapok szivárvány skint fegyverekre. Hagyjál már, jó? Játék lenni gonosz. Lehet ládákat is venni, ahol mindenféle skint kaptok, vagy valamilyen operátor skint, vagy ilyesmi. Ó, meg tudom nézni, milyen skineket lehet kapni. Cool. Ó, van ilyen cápás, ez jól néz ki. Ó, van egy ilyen rózsaszín, hát ez annyira nem... Van egy ilyen kék, ez nem olyan rossz. Dinnyés. Van késre is skin. Egyébként nekem ez a kés is tetszik, csak ez csak multiplayerben tudom játszani ezzel a késsel. Nem értem, hogy a Battle Royale-ban miért nem lehet ezzel a késsel játszani. Túl OP a Battle Royale-ban, vagy mi? Nem tudom. Ja. Egyébként jelenleg csak ezt a kést lehet megvenni. Meg ugye, hogyha van 4000 ha vesztek 4000 CP-t, akkor megkapjátok azt, de nekem az drága. Bár nagyon tetszik, de nekem az drága. Sajnos. Na, berakjuk a új szárnyat, amit kaptunk. Ja, na mindegy. Aki letölti ezt a játékot, mert már player ruházon elérhető, az nyugodtan jelöljön meg barátnak. Pontosan még nem tudom, hogy ebben a játékban hogy van a barátnak jelölés. Mindjárt megnézzük. Na nézzük. Rányomtam egy jelre, ami kettő ilyen emberke figurát mutat. A levél jel mellett és a beállítás között van ez. Ugye itt vannak azok, akik már... eleve úgymond Facebookon keresztül a barátaim, mert én Facebookról vagyok bejelentkezve, és a Facebookos barátok vannak itt.
akiket tudok nézni, és itt kiírja, hogy mennyi ideje játszottak utoljára, meg ilyesmik. És akkor itt vannak Friends, és akkor itt egyébként a játékbeli barátokat kéne, hogy kijelezze, de nekem sajnos még nincs játékbeli barátom. Akkor itt vannak tímek. Nem tudom, hogy pontosan hogy kell csinálni tímet, vagy ilyesmit. De nem. Ezek azok emberek, akikkel együtt játszottam szerintem multiplayert. És akkor be tudom őket jelölni, és itt mutatja, hogy kikkel veszítettem, kikkel nyertem. Hát, de én nem akarok random emberkéket beállítani, szóval bocsika. És akkor itt van a legvégén, hogy add friends, és akkor itt vannak ajánlások, hogy kiket jelölhetnénk be friendsnek. Ja. És akkor itt be kell írnom a emberke nevét. Most jelenleg senki nem ajánlotta a nevét, szóval beírok mondjuk egy random nevet, mondjuk legyen Ádám, mert az mondjuk egy gyakori név. És akkor keresés, és akkor van egy Ádám nevű emberke, de nem jelölöm be, mert nem ismerem, csak most beírtam egy random jelet, hogy megmutassam, hogy működik a barátnak jelölés. És akkor azt a sárga plusz jelű cuccot kell megnyomnotok. Beírjátok, hogy Oxy-Foxy, bár szerintem magamat biztos nem jelezzi ki. Oxy, és akkor egy ilyen alsó vonalka, ilyen alsó összekötő vonalka, és akkor Foxy. Nagy F-el. És akkor keresés, és akkor itt vagyok. 14-es, ez a profilképem. És BR-be, vagyis Battle Royale-ban Bronze 2 vagyok, és MP-vel, vagyis multiplayer-ben meg csak még csak Bronze 1. És egy szívecském van BR-re, mert én ezt jobban szeretem. És ebben jobb vagyok. Na itt mit kaptunk? Ó, egy feladatot megcsináltunk, egy napi feladatot, ami a Free Royale-ba tartozik. Ja, egyébként nem akarom nektek már megmutatni ezt a pászt, ti is meg tudjátok nézni, tök ugyanolyan, mint minden játékban, hogy lehet mindenfélét kapni. A legjobb, ami tetszik nekem, hogyha megveszitek, akkor már rögtön a elsőnél kaptok egy Ghost nevű skint, akkor egy M4-re egy skint, sign skint, és egy card skint. Ja. És szerintem ez cool. Én már 12-nél vagyok, ahol ezt a emotot meg tudnám kapni. De ja. Én gondolkodok rajta, hogy itt megvegyem-e a elitét. Egyelőre még azon a döntésen vagyok, hogy nem. De lehet, hogy ez meg fog változni. Van ilyen emót is, ami egy picit vicces. És nem ez az, ami vicces, hanem melyik volt az, amik nekem vicces volt? Nem ez? Hol van az? Ez a... Hogy? Igenis, üdem! Ez volt nekem egy kicsit vicces, meg hol van az, amit keresek? Ez lehet, hogy az emót nem is itt volt. Nem, az szerintem nem itt volt, az lehet, hogy valahol máshol volt. Nem tudom. Ja, az lehet, hogy máshol volt. Na mindegy. Én akkor el is köszönök tőletek, bocsánat, hogy ez a videó ilyen hosszú lett, csak meg akartam mutatni nektek, hogy milyen ez a játék. Sziasztok! Wait here, I'm about to pick up Scarlet J and then Adelie.